be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket címkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Hello, Gábor, találkozunk. Igen, most fogorvoshoz megyek, és ja, ezért... Azt hittem diplomamentő program. De a fogorvoshoz zakóban kell menni? Megtérben? Hát nem kifejezetten, de azt gondolom, hogy ha az ember megy valahol mondjuk orvoshoz, vagy ilyen kis ellenőrzésre, akkor azért megtisztelem a szakembert. Igen, jó. Hát ha nagyon szimpatikus nekem, kiöltözöl a fogorvoshoz. Hát azért nem öltöztem annyira ki, ez a kis ing. Hát ritkán megy az ember azért zakóban fogorvoshoz. Mármint ha máshol van utána dolga, akkor igen, de ez nekem nagyon szimpatikus, hogy orvoshoz mész. Szégyeltem azt a kardigánt itt előttetek, a múltkor is szóvá tetted, hogy tényleg kapott érte. A kardigán? Egy kicsit. De nem nagy a baj, nyugtass meg, csak egy röpke kis ellenőrzés, nem? Csak ellenőrzés, így van. Időnként hasznos ellenőriztetni a fogainkat. Viszel neki valamit ilyenkor ajándékban? Csicsokakrémet, bármit. Nem. Barna köles lisztet, bármit. Meghallgatjuk az ajánlatot, hogy mit kell csinálni. És akkor... Na és jól vagy egyébként? Minden oké? Igen, köszönöm szépen. Járok futballozni. Ne csináld! Elindult az év, úgyhogy... Milyen poszton játszol? Középpálya, hátvéd. Csatár, kapus, csere. Ami kell. Igen. Időnként előre futok, de az a nehézség ugye, hogy kontra esetén hátra kell szaladni elég gyorsan. És öreg de megfordulhatsz közben, nem kell hátrafele szaladnod. Igen, hát ez ilyen. Hát vannak ilyen műfüves pályák, és elhívott egy kedves barátom, úgyhogy elmentem, és el fogok járni. Heti egy? Heti egy-kettő, lehet, hogy több is lesz, igen. De most barátkozol a labdával, vagy régen? Nem tudok, úgyhogy inkább maradt a fotball. De régebben is fociztál, vagy valaki lehívott, és kiderült, hogy tehetséged van hozzá? Én a Budapesti Honvédben voltam a bal hátvéd, hát egy ideig, és inkább az ifi csapatban, tehát nem volt semmi profi múltam, nincsen. És utána valahogy nem volt szimpatikus az a millió, inkább lelkileg, és ezért azt abba hagytam. És milyen vagy, amikor nagyon küzdesz, meg nagyon hajtasz, meg mondjuk nem lősz gólt, és nagyon mérges vagy, az milyen, leveted magad a földre, és toporzékolsz, hogy mit csinálsz? De ez nehezebb az arról elképzelni. Én nem kiabálok, nem káromkodok, hanem dolgozom a pályán. Nem mondd már, nem volt soha olyan, hogy kicsiparosként dolgozol, nagyon helyes. Ott álltál csípőretetkézést, és köpködtél a fűre, meg a spori anyját. Én megmondom őszintén, ezért is nehezen bírom a fotballmeccseket nézni, mert gyakran erről szól az egész, és nem is annyira fociról, kivéve a külföldi meccseket. És mivel turbosítasz a szünetben? Van valami? Egy kis egészségszeleted, vagy valami nem tudom? Víz, és időnként egy műzliszelet, igen. De jó. De úgy megnéznélek a kis nadrágodban, a kis lugosvizes kulacsoddal. Teljesen más arcodat látnak egyébként. Oldaszolsz a csapattársadnak, hogy ne ugassál, passzolj. Ilyet nem szoktam. Ez már túl durva volt. Látják egyébként, a jó meccseken látja mindenki, hogy hova kell passzolni, hova nem. Tehát aki kéri a labdát, szerintem eleve gyanús. Én személyes véleményem. De szép mondat, aki kéri a labdát gyanús. Aki kéri a labdát gyanús, de szép mondat. Hát valaki játszik, megbízhatóan játszik, stabil, akkor neki passzolnak, a lyukra fut, passzolnak. Hát úgy kell játszani, hogy passzoljanak. És neked passzolnak? Igen, szoktak. Igen. Ez nagy jó. És ha cserekapus van, azt is vállalod, hogy egy kis pályán mindig lehet cserélni a kapust. Mi legalábbis úgy játszunk, hogy bárki beáll a kapuba, nem? Nem vagyok jó kapus, nem. Inkább a védelemben. Hát mit tudunk meg még a Gáborról így egy ilyen után is, nem? A Gábor ellen, ott biztos, hogy törnek a tért kalácsok. Egy ilyen védővel a csapatban. Hát szervezzünk valami programot, és akkor elmegyünk. Gyerekek, hát nekünk már volt futball, beígért futballmeccsünk, és az se jött össze, figyelj Gábor, 600 futó projektünk van egyébként. Na, mit hoztál nekünk? A probiotikumok kérdéséről beszélgetnénk, vagy gondolkodnánk, ugyanis, hogy az emberi szervezetben sok milliárd élő baktérium él, a tiétekben is és az enyémben is remélhetőleg. A születésünk után megindul ez a folyamat az anyateljes táplálással, úgyhogy Balázs, a ti családotokban most új kolóniák alakulnak ki a baba szervezetében. Az a lényeg, hogy pusztán csak probiotikus készítményt vásárolni, vagy joghurtot fogyasztani, az kevés. Most már szükséges, hogy képbe legyünk, mert annyi készítmény van forgalomban. Tehát ha a probiotikum szót valaki elejti a patikában vagy a bioboltban, akkor nehogy hasonlítsunk, hogy jaj, akkor az kell nekünk. Nézzük meg, hogy hány darab, mennyi van benne, hányféle kultúra van benne, mert van, amiben csak egy vagy kétféle van, valamiben 5-6 féle is van, ettől függ a hatékonysága, és egészen más a helyzet egy csecsemőnél, egészen más a helyzet egy kisgyermeknél, egy felnőttnél, egy idős embernél, tehát más típusú kultúrák kellenek, ezért van csecsemők számára készülő termék, például vannak olyan csecsemő tápszerek, amiben az anyatejben is megtalálható kultúra van, vannak olyan kisgyermekeknek készülő mondjuk rágótabletták, probiotikus rágótabletták, amiket én évente legalább egyszer vagy kétszer, főleg fertőzések, influenza fertőzések, illetve antibiotikum kezelés után ajánlanék. Hogyha valaki szoptat, tehát van neki teje anyukaként, akkor nem kell plusz. Máshogy egyébként azért baromi nehéz is. Hát úgy, hogy mondjuk tudsz. Apukaként is. Úgy mondjuk igen. Úgy igen, de mondjuk van erre más lehetőség is most már. De hogyha valaki ugye anyatejen táplálja a csecsemőjét, akkor kell neki még ilyen plusz probiotikum, nem, vagy nem, az mindent visz? Nem, az első 6 hónapig ugye anyatejes táplálás van előírva, javasolva, ahol valamilyen oknál fogva nincs lehetőség anyatejes táplálásra, ott jönnek be azok az új készítmények. A régi időkben egyébként nem voltak ilyen készítmények, most már vannak, és ugye az a tápszer, most rossz szóval élve az élelmiszer vagy tápszer, amiben van valamilyen hasznos anyatej kultúra, azok kifejezetten előnyösek. Én bevihetem ezeket a szükséges probiotikumokat anyatejjel a szervezetemben? Tudtam, hogy ez a lopok neked a hűtőből. Holnapra itt van egy adag. Én kóstoltam annak idén, semmi gondom nem volt az ízével. Ha én ezzel most neked örömet tudok holnapra szerezni, akkor egy kávéra a vendégem vagy. De miért roncsuk el az ízét a kávéval? Be vagyunk most árazva, van elég, úgyhogy én nem sajnálom tőle. Egy jó fehérje turmixot csinálnék belőle, mert ugye Kábor múltkor hozta és ajánlotta, és nagyon bejött ez a rizsfehérje, ez a 80%-os. És abból nem vagyok a tejetekből. És Viki se teíri, csinálják. Aki ezt holnapra itt van egy kicsi, hozzak? Érted? Lehet, hogy hétfőn úgy jönnek ide, mint egy Hulk, tudod? Megkóstolod? Kíváncsi vagyok. Én már kóstoltam egyébként, elég érdekes íze van. Semmihez nem hasonlítható. Akarunk egy következő címlapot? Hát de nincs semmi. Hát szerintem egyébként minden férfi megkóstolja. Hát egyébként igen. Igen, szerintem igen. Másról, tehát arról van szó, hogy a Viki tejét fogja inni. Tejtestvérek leszünk. Nagyon jó, nem rossz. Tényleg, tejtestvérek leszünk, mert én már kóstoltam a Vikit. Ha én megkóstolom, és te is megkóstolod, akkor mi tejtestvérek. Nőni a fejem, tudod kiszökülni. Lenne egy anyajed a bal kezeden, tudod? Úristen, ez melanoma, nem, ez egy anyajed, semmi gond nincsen vele, csak fura. Ha meggondolod magad, délután üzenj, jó? Jó. A vendégem vagy egy körre. Az a helyzet, hogy személy szerint ugye az anyatej inkább a babának jó, mivel az anya a szervezete pont olyan tejet termel, ami a saját ugye méhében fejlődő gyermeknek a legoptimálisabb. Nem biztos, hogy neked minden szempontból előnyös lenne. Gábor a maga módján próbál erről lebeszélni. Igen. A maga nagyon intelligens, nagyon tisztességes módján mondta, előnyös, hogy Jani ne. Hasznos, csak nem specifikusan neked készült, így fogalmazom. És neked inkább egy felnőttek számára készült, úgy nevezzük, hogy probiotikus készítményt ajánlanék. Ezek egyébként fagyasztva szárított baktériumok, ilyen kis kapszulában, és ahogy elfogyasztod, nedvesség hatására több milliárd élő baktérium lesz belőle, és azok a vastagbélben elszaporodnak. Itt szeretném hozzátenni, ha valaki sima élő flórás joghurtot fogyaszt, tehát nem probiotikus, ez két külön fogalom. Az élőforrás joghurtokban lévő élő kultúra a gyomorban elpusztul, ezért drágábbak, magasabb árfekvésűek a probiotikus joghurtok. Ez nem önmagában üzleti fogás, hanem egyszerűen drágább, értékesebb készítmény. Az a különbség az élő flóra és a probiotikus flóra között, hogy az élő az a gyomorig jut, gyomorsav elpusztítja, sima joghurt, a probiotikus joghurt, illetve készítmények pedig tovább jutnak, mert nem halnak meg a gyomorban, és elszaporodnak a vastagbélben. Ez utóbbia kifejezetten az immunerősítők. Na most pont ezt megcáfolva egyébként, bár nem téged, csak nyilván ezt a prebiotikus, probiotikus kultúrkört, ami állítólag ugyanolyan nagy biznisz, mint maga a gyógyszerkészítés, meg a vitaminkészítés. Olvastam egy cikket, hogy végeztek valahol Svédországban, majd Norvégiában antibiotikum kezelt embereken ilyen probiotikus kísérletet, és megnézték, hogy azok, akik antibiotikum kezelés után szedték, és akik nem szedték, van-e bármiféle változás az ő gyomrukban. És a cikk például azt hozta, most nem tudom, hogy őket kipénzeli, vagy miért ezt hozták le, hogy nem lehetett egyértelmű különbséget mutatni egy antibiotikumot szedett ember bélflórája között, és azon bélflóra között, akik egyébként prebiotikummal, probiotikummal turbosítottak antibiotikum kezelés után, és a cikk arról szólt, hogy ez sokkal inkább biznisz, mint hogy valójában segítség a gyomornak. Ebben lehet valami, hogy... Szerintem ez inkább maga a cikk... A cikket kezelném úgy, hogy lehet, hogy az valami ellen akar beszélni. Az is lehet, ezért kérdezem. Egyértelműen tudjuk, hogy a probiotikus készítmények milyen komolyan képesek segíteni az asztma, gyermekkori asztma ellen, megelőzésében, a pollenérzékenységek megelőzésében, az ekcéma, gyermekkori, felnőttkori ekcéma kialakulásában, a bélgyulladások, bélfekélyek kialakulásában, sőt, a csontvédelemben is tudnak segíteni idősebb korban, tehát rengeteg szakmai eredmény van, viszont az a kérdés, hogy melyik kultúrával végezték a kutatást, mert kb. Van 400 vagy 500 kultúra. Ezek közül tudok mondani olyat, amelyik 90%-os pontossága javítani fog, és olyat is, ami nem. Tehát csak olyan kultúrát használjunk, ami szakmailag igazolt. Olyat is lehet hallani, hogy van, amiben, amit adnak, és nagyon híres, és nagyon nagy kampány mögöttve, hogy már nem élő az a kultúra, és megiszod, és egyébként semmit nem ér, és van olyan, ami még drágább, porformájában van, abban viszont élő kultúra van, és azért valamit. Itt is lehet különbséget tenni, hogy... Igen. Ugye a gyümölcsjoghurtokkal azért vigyázunk, mert ott esetleg egy pasztőrözés révén kisebb a mennyisége. Ráadásul a joghurtokban állás közben csökkenhet a kultúra mennyisége, bár a cégek szavatolják, hogy a fogyasztás pillanatában benne van az a mennyiség, amennyire szükség van. Tehát a hőkezelés az árt neki. Hogyne. Igen, 60 fok fölött elhúztam. Akkor nem anyateljes máchiától lesz, hanem csak egy egyszerű teljes kávé. Nem hőkezeltük. Nem baj? Nem, még hűtőben van. Jobban örültem a tejhabnak, mert azt jobban szeretem. De a hűtő nem árt neki. Hallod, még mindig a vendégem vagy. Még mikróban nem tettem. Úgy egy feles pohár, egy satot nyomsz, egy ilyen anyatej sat. Na? Nem, és akkor nincs hőkezelés. Nem vagyok irigy. Én gyári dobozból ittam, de azért arra nem hívnálak meg, de... Gyári csomagolás? Igen, de hogy abban azért nem lennék benne, de a csomagolásból át tudunk önneni. Nagyon jó. Nekem nagyon tetszik egyébként. Amit még szeretnék esetleg hozzátenni, az... Abban nyitani lehet, mert akkor csináljuk belőle egy jó joghurttortát. Többféle módon kóstoltam, vannak variációk, igen. Mézzel egy pici, abban nagyon finom. Nagyon jó. Egyébként nagyon finom. És hogy hívják el idény jellegű gyümölcsel? Aha. Kábor, ja, fogd be a füled, Gábor. Mondjad, mit akartál mondani? Tehát az étrend a táplálkozásunk befolyásolja a bélrendszerben élő kultúrák összetételét. Úgy képzeljétek el, hogy van sokféle kultúra, és ezek folyamatosan harcolnak a bélben, ez egy állandó élet-halál harc, és mindig vágyva várják, hogy mit fogunk reggelizni, mit fogunk ebédelni és vacsorázni, mert ettől függ az ő jövőjük. Hogyha mi olyan ételeket fogyasztunk, amelyek mondjuk füstölt ételek, most óvatosan mondom, itt Ferindre nézek, vagy olyan ételek, amelyek bizonyos kolóniákat pusztítanak, akkor megváltozik néhány nap után az összetétel. Mondjuk a zab, az alma, a banán, a dió, vagy a lencse, az ilyen típusú élelmiszerek a hasznos laktobacilluszokat és bifitobaktériumokat táplálják, és képzeljétek el, hogy vannak kétarcú bélbaktériumok, és ez a lényeg, az egyik lényeges elem, hogy bizonyos bélbaktériumok attól függően vadulnak meg, vagy válnak szelídté, hogy mit eszünk. Vannak olyan kultúrák, amelyek akár esik, akár fúj, mindig jól viselkednek. Ha nem tetszik az, amit a bélben látnak, akkor elpusztulnak. Van olyan, ami kétarcú, ilyen az eserékia kóli, ami egy húsos, sajtos, alapvetően állati fehérjében gazdag étrend hatására elvadul, és részt vehet karcinogén rákkeltő folyamatokban. Viszont egy növény, egy zöldséges, egy sárgarépás, egy lencsés étrendben, egy dió zabos étrendben megszelídül, és pozitív, tehát vitamintermelővé válik. A kis rohadék, nézd meg, beépül, és aztán dönt, hogy merre megy, mi? Ekkora személy. Amit adnak, nem egy tiszta helyzet azért ez, igen. Tehát a füstölés nem használ neki. Hát például vannak olyan technológiák... Na, mert csak azért kérdezem, ha esetleg annyi házi tejet kapnék a Balázséktól, hogy tudjak otthon csinálni egy kis sajtot belőle, akkor semmiképpen ne füstöljem. Engedd meg, hogy hazamegyek, felmérjem a készleteket, és utána rácsörögek. Jó, persze, csak hát ennyi időt adj nekem. Igen, már kicsit belelovaltam magam. Igen, igen. Tehát általában azt mondják, hogy a magyaros étrendi szokások, az erős fűszeres, borsos étrend, a húsos, sajtos étkezés, az állandó kemenyítő fogyasztás, ez a fehérli és ez a fehérlisztes cukros étrend kifejezetten kedvez a rossz flórának, illetve a kétarcúak elvadulásának. A jó flóra pedig szép csendben eltávozik, elpusztul, eltávozik. Magyarországon úgy hírlik, hogy 100 baktériumból 5-10 maximum jó, és 90-95, ami rossz. Most mit tegyen az, akinek például nincs pénze arra, vagy mondjuk a gyerek antibiotikum kúra után van, de nem tudja megvenni ezeket a kis pre- és probiotikumokat patikában, ami egyébként tényleg horrorárban van, és ott is van silányabb minőség, jobb minőség, a jobb minőség az több ezer forint. Tehát tényleg nem olcsó, ezt nyilván nem tudja mindenki megvenni. Tehát a jogurtokon kívül mi az, ami előállítja azt? Adok egy kanállal a gyereknek, mondjuk vacsoránál, vagy reggelinél, és tudom, hogy mondjuk a kis pocakjában ez elkezd magától termelődni. Van ilyen élelmiszer? Csak a probiotikus termékek. Csak a probiotikus termékek. Hát, ha nem akarunk venni a patikában, vagy a valamilyen ilyen készítményt, ezek valóban 3-4 ezer forint körüliek, bár nem mindig csak havi adagot lehet venni, hanem olyan gyűjtőcsomagolásban is vannak azért. Igen, de most ezt most mert eddig csak 5 éve elköltem mókáztam, de hogy azért ezek gyűjtőcsomagolásban is vannak, tehát nem csak úgy, hogy egy-egy adagok, hanem igen, azért olcsóban is lehet vásárolni, mint ez a 2-3 ezer forint. Az a helyzet, hogy nem kerülhetjük el, mert mondanám azt, hogy ígyunk cikória kávét, meg fogyasszunk csicsókát, meg ilyesmit. Ezek prebiotikusok, de már meglévő kolóniát szaporítanak. Hogyha antibiotikum kezelés után kipusztult valamely kultúra, akkor a semmiből nem tud létrejönni az élelmiszerek hatására, muszáj bevinni valahogy. És ilyenkor azt kell mondjam, hogy valahogy meg kell, legalább egyszer el kéne szaporítani, ez általában egy 30 napos kúra. Utána már ő ehet, nem tudom, zabot, ihat cikória kávét, ehet banánt, és azt szépen szaporítani fogja. Hagymafélék is szaporítják egyébként, a mandola is szaporítja a jó flórát, de a semmiből azok nem jönnek létre. Vagy a probiotikus termékek. Ha nem élőforrás, hanem probiotikus, akkor igen, de hozzáteszem, hogy egy-egy készítmény, liofilezett, fagyasztva szállított probiotikus készítmény, az sokkal hatékonyabb. Kefirek közül melyiket ajánlanád? Már hogy nyilván nem márkára vagyok alapvetően kíváncsi, de ugye sokféle fajta kefirt lehet kapni. A kefir nem alkalmas arra, hogy elhalt flórát visszatelepítsen főszabályként. Ja, mert az is elpusztul, a kefir gombája is elpusztul a gyomorsav hatására. Viszont emésztés, tehát nagyon valaki félreértsen, a kefir és a joghurt alkalmas arra, az illóforrás joghurt, hogy az emésztést javítsa. Mindenképp javítja az emésztést, de nem hoz létre élő kultúrát a vastagbélben. És akkor mi hoz létre? Csak a probiotikus. A probiotikus. Tehát csak most nyilván nem mondhatok, nem is akarok már probiotikus. De ha ilyet olvastok a címkén, hogy probiotikus kultúra van benne, nem élő flóra, akkor ezzel mindig azt érti a szakma, hogy vastagbélbe eljutó és ott elszaporodó kultúra. Ez a különbség a pro és a prebiotikum között alapvetően? Hogy az egyik eljut, a másik nem? Vagy az egyik szaporítja, a másik nem? A probiotikum és az élőforra között. A prebiotikum egybetű a különbség, a prebiotikum pedig élelmiszer, olyan hatóanyag, például az inulin, vagy egyéb olyan hatóanyagok, amelyek képesek csak a jó flórát táplálni. A kóli, a gombák nem esznek inulint, nem fogyasztanak igazán prebiotikumot, de a hasznos flóra viszont fogyasztja, ezért csak ők szaporodnak szelektíven. De bonyolult, gyerekek! De hát ők bennünk élnek, és mondhatnánk, hogy az immunrendszerünknek a 60-70%-át befolyásolják. Tehát az életünk folyamán az, hogy mennyire leszünk influenzások, az influenza ellen is valamennyire képes védeni a jó bélflóra. Tehát én azt mondom, hogy erre lehet és kell költeni időnként évente 1-2 probiotikus kúra otthon a családnak. Igen, hasznos. Aludtej, kérdezi valaki? Jó. Élőflórás, nem probiotikus. Esetleg megtehetjük azt, hogy valaki, ha nagyon akar hosszú távon ilyet csinálni, akkor beruház joghurtkészítőgépre. Azért mondom ezt, mert már lehet kapni sok helyen, és nem olyan vészes az ára. 41-42 fokon készül a joghurt, tehát ehhez temperálásra van szükség, míg a kefir, az aludtej szobahőfokon készül, tehát két külön világról van szó. Aki joghurtot szeretne készíteni, az vesz az üzletben probiotikus joghurtot, és beoltja otthon a házi tejet, felforralt, pasztőrözött házi tejet kihűlt, beoltja, és berakja a joghurtkészítőgépbe, otthon házi probiotikus joghurtja lesz. Vagy otthon aludtejet készít, attól azt lehet várni, hogy javul az emésztés, de ne várjunk ennél többet tőle, tehát nem helyettesíti a probiotikus kezelést, kúrát, egy aludtej kúra, csak az emésztést javítja. Mm-hmm. Nem egyszerű. Gyerekek, nem egyszerű. Ember legyen a talpának ebből kilábal. Igen, szóval, hogy antibiotikum kúra után ilyen, egyébként eszapor is, az megeszi, az átfordul, az hátba támad, az hasonló. Nem egy egyszerű. És hallgatom így a Gábort, és tényleg azon gondolkodom, hogy az anyatej van annyira zsíros, hogyha mondjuk ráküldök egy habpatront, akkor mondjuk egy megyes trüffelre tudok tolni egy kis turbót. Annyi időt adj, hogy megnézem a készleteket. Utána holnap az összes kérdésre. Picit megint előre szaladtál, nem tudjuk a készlet erejét. Nem vélhetem le az összeset, éhez szálljak elő. Először hagyd, hogy otthon megtegyem a kötelességem, és ha marad, jut is marad, és akkor holnap jó. Egy jóféle. Mert hogy ezt nem kellene cukrozni, azt a habot. Tehát, hogy én ma este mindent megteszek, hogy legyen. Miért? Szépek a gyerekeid. Feleséget se csúnya. Nagy gondom nem lehet belőle, nem? Hát... Nem, kicsit visszél a vitalitásod még jobban. Egyébként nem. Én megkóstoltam, aznap este nem aludtam. Tehát tök élénk lettem tőle. Igen. Egyébként. Tőle. Lehet, hogy ilyen mellékhatásként elkezdek majd újra fakockákkal játszani. Kérsz egy cumit a szádba, és gügyögni fogsz. Igen. Te kóstoltad meg, Gábor? Annak idején, igen, édeskés íze van, igen. Mi fagyasztottunk is le, mert elég sok volt, és akkor vettük ki a fagyasztóból, és úgy használtuk, igen. Meg esetleg, Balázs, szóba kerülhet az is, hogy a nagyobbik... Hogy nekünk is hozzon egy 1,5-2 litert, ha esetleg. A nagyobbik fiad, Benni, hogy fog reagálni erre a helyzetre? Nem tudom, ez volt-e már téma. Már, hogyha megkóstolom az anyatejet? Nem, hogyha ugye a családban... Hogyha ott szózkodni kell a csecseken? Akkor nagyobbik is rákíván, és ilyenkor ő vele is lehet ezt a folyamatot serkenteni. Tehát, hogy hát ez szakmai kérdés. Igen, és nem is rossz egyébként az ő szervezetének sem. Nyilván ez egy kicsit meg... Fú, most láttam valami dermesztő cikket, már mire gondolsz, hogy ő is így omega anyatejet? Most láttam egy angol nő, talán 8 és 9 évesek voltak a gyerekei, és mindig szoptatta őket, és volt róla a fotó. Képzeld, hogy volt róla a fotó, és dermed váltam, és azt mondta, hogy ebben semmi természetes nincs, és ez a természet, de hogy valahogy mégis annyira életidegen volt, egy 8 és egy 10 éves kamasz így lógott a nőnek a két mellén, de hát közben hátitáska minden. És ott azt mondják, hogy ha még felkéreckedik rájuk, ő felengedi őket, tudod, de hogy dermesztő volt. Jó, ez egy szélsőség lehet, de mondjuk de arra gondolsz, hogy a 3 éves, 4 éves korban is, ugye a régi időkben azért nem volt ez ritka. Úgy tudom, hogyha több gyermek volt a családban. Az anyukának sem rossz, úgy tudom, bár ez orvosi kérdés, hogy ugye nehogy a mirigyek begyulladjanak, vagy ugye a tejet ki kell utána fejni, vagy valamilyen módon, és erre nagyobbik gyermek ott van, hogy akkor ő, ha úgy alakul. Egyébként pszichikailag is azt mondják, hogy segít. De hogy 5 éves is mondjam azt, hogy most akkor végzett a Noel, most akkor te jössz? 5? 6 lesz októberben. Az már picit meleg, nem? Benikém, na! Roventa üzembot. De az picit fura, lehet, hogy régen volt, igen, de hogy igen, az már nem. Igazából ezt csak az érdekesség kedvéért mondtam, vagy tettem hozzá, hogy a családban ilyenkor egy picit megváltoznak az állapotok, és a nagyobb gyermeknél esetleg kialakulhat egy olyan hiányérzet, hogy velem nem foglalkoznak annyira. Nemrég hallottam. És szerinted mennyire járható az út, Gábor, hogyha esetleg a nagyobbik gyerek nem ér rá Balázséknál, mert pont óvodában vagyok, akkor én betotyogjak oda egy kezes lábasba, és akkor azt mondja, dá, pá, pá, tá, tá, ci, ci. Figyelj, azt hiszem talán pont délben megy a Viki vásárolni. Gyere át, befektetlek az ágyba, hát én nem veszi észre, adok rád egy járókat, kis szakálladat kablak, teszek egy cumit a szádba, ha nézd, kiemel, nem veszi észre, és merre... Olyan nehéz ez a gyerek, Balázs. Egy hónapos a kutya fáját, milyen jó izomzatom. Kicsit a borostája szúrja a cicfűbe. Én addig elrejtem a Noelt valahol, jó, egy másik szobában. Figyelj, hát jó. Nézzük meg, hát mindent ki lehet. Én ezt azért határesetnek érzem. Én is azt gondolom, hogy igen, határeset. Na jó, hát nem egyszerű ez a pre- és probiotikum témakör, de talán sikerült itt egy-két tévhitet eloszlatni. Mit reggeliztél, drága Gábor? Mit tettél? Én most készítettem kedves barátommal okos kenyereket, hoztam nektek is belőle mintát, ezzel különböző makörleményekkel és rostokkal készülnek. Ennyit terveztetek, vagy pedig picit túllőttétek a mennyiséget, mert 6 darab kenyér van ki. 6 kilós megli. Mindenkinek hoztam, aki szeretne hazavinni, akár a szerkesztőségben is, és most ilyen reggelim volt, tehát szezámkrémmel, olívás szezámkrémmel kentem meg, úgyhogy most sós reggelim volt, ha iszitek, ha nem. Ez nem ritka nálad, általában nassolni szoktál. És savanyúkáposztával fogyasztottam. Ez most egy ilyen nap. Hát mégis csak fogorvos. Nem lehet az ember édességet, igen. Visszatérve gyorsan még egy kérdés, hogy az otthoni gombával készült kefírt kérdezik, hogy aznak van bármiféle előnyere, vagy az is csupán csak emésztés segít? Terjednek közkézen ilyen gombák, hogy adják egymásnak is üvegcsébe, és akkor hozzá kell adni ezt a cukrot, egyebeket. Vigyázzunk azért ezzel, alkoholtermelő kultúrákról van szó, ami azt jelenti, hogy a kefírgombák szinte mindig egy néhány tized vagy néhány százalék alkoholt képesek termelni. Tehát nagy étkezések után ilyen kis házi gombából készült házi aludtej vagy kefir fogyasztásával mérhető mennyiségű erjedési termékfermentum, vagyis alkohol, különböző savak képződnek. Nem mindenki szereti ezt, mindenkinek a gyomra, és nem mindenkinek a mája szereti ezt. Volt már olyan eset, hogy valaki nagyon nagy evések után kefirt, illetve ilyen típusú gombákat fogyasztott, és a májértékei megzavarodtak. Ezzel szóváltás majd később is lett az ügyből, mert hozzáteszem, a joghurt nem alkoholtermelő, de a kefir és az aludtej és az ilyen típusú gombák, ezek széndioxidot, ugye ettől egy kicsit csípős, kellemes frissítő íze lesz, vagy aromája, és alkoholt is termelnek, ezzel számoljunk, akár azok is, akik vezetnek autót, mert lehet, hogy mérhető mennyiség lesz. Csak 2 doboz kefir, te biztos úr. Csak 2 doboz kaukázusra, ne haragudjon, nem menjen hülyének. Igen. Jól van, Gábor, hát köszönjük szépen. Én is köszönöm. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.